Párakapuval tették elviselhetővé a rekkenő hőséget tavaly Nyíregyháza sétáló utcáján. Bár jelenleg kánikuláról még nem beszélhetünk, csütörtökön a nem árnyékos területeken már elérte a 30 Celsius fokot a hőmérséklet. A hirtelen jött felmelegedés még az egészséges felnőttek szervezetét is megterheli, a gyermekeknél azonban különösen veszélyes lehet a hő és fényártalom. Alap dolog az, hogy minél kisebb egy gyermek, minél kisebb egy test, ugye, kicsi gyerek, annál nagyobb relatíve a felülete. Na most, hogyha ez így van, az történik, hogy a meleg hatására könnyen fölhevül. Ez télen a fordítottja is igaz, hogy könnyen lehűl. Tehát a pici gyerek az hamarabb föl tud hevülni, és ezért már oda kell figyelni, hogy amikor sétáltatják a gyermeket a szülők, az anyukák, akkor bizony az öltöztetésre, meg különösen az zárt kis kocsiba, ott óriási hőhatás érheti, hogyha kint van 25 fok, meggyőződésem, hogy egy zárt kis valamibe, az lehet 35 fok is. A felnőtteknél és az időseknél is fontos az óvatosság. Nyár előtt érdemes egészségügyi vizsgálaton megtudni, kialakult-e bármilyen krónikus betegség az előző év óta. A bőrfelületét is fokozatosan kell hozzászoktatni az egyre erősebb napsütéshez. Emellett oda kell figyelni arra is, hogy elegendő folyadékot kapjon a szervezet. A hőhatására az egy normálisan jó szabályozott ember izzadással védekezik, na de ha nem iszunk elég folyadékot, akkor az izzadással nem tudunk hőt veszíteni. Tehát egyrészt a ruházat, másrészt pedig a párolgást kell biztosítani. Ehhez pedig sok folyadékot kell enni, és mivel, vagy inni, és mivel tudjuk, hogy a verejtékkel nem csak desztillált vizet verejtékezünk, hanem igen komoly só mennyiséget, főként konyhasót, tehát a verejtékünk nátriumkloriddal dúsított, ezért olyan folyadékot fogyasztunk, aminek van egy kis só tartalma. A szakember hozzátette, sokan nincsenek tisztában azzal, hogy bizonyos italok nem pótolják a folyadékveszteséget. A fiatalok körében népszerűnek számító energiaitalok és üdítők magas cukortartalmuk és töménységük miatt ártalmasak a melegben. A felnőtteknél pedig a sörfogyasztás rejthet veszélyt, ez ugyanis fokozza a vizelet kiválasztást, így a folyadék bevitel gyorsan kiszáradásba fordulhat át.